Innog a kispad Vincenzo Montella, az AC Milan vezetőedzője alatt. A Paris Saint-Germain vezetői sajátos módon igyekeznek elsimítani a Cavani és Neymar között fellépő nézeteltéréseket. Nézzük az elmúlt napok legérdekesebb focival kapcsolatos híreit. Ha szeretnél időben értesülni a legújabb hírekről, akkor iratkozz fel csatornánkra. Kövess minket Facebookon és új Instagram oldalunkon is. A Sampdoria elleni kilátástalan játék és sima vereség után egyre inkább inog a kispad Vincenzo Montella, az AC Milan jelenlegi vezetőedzője alatt. Olaszországi sajtóinformációk szerint a milánói klub vezetői már nem sokáig tűrik a gyenge szereplést, és azt, hogy a fiatal szakember nem tudja vagy nem akarja beépíteni csapatába, a nyáron nem kis pénzért igazolt Calhanoglut és André Silvát sem. Természetesen az olasz sajtóban rögtön elkezdtek repkedni a nevek, akik Montellát válthatnák a padon. Thomas Tuchel, a Dortmund volt edzője, Paulo Sousa, aki a Videótont is edzette, Antonio Conte, az angol Chelsea menedzsere, de Carlo Ancelottinak, a Bayern trénerének neve is szóba jött a Milán vezetőedzői posztjára. Emellett átmeneti megoldásként, beugróként Walter Mazzarit is esélyesnek tartják, aki az Internél már dolgozott együtt a piros-fekete klub jelenlegi vezetőivel. Egyes hírek szerint az előbb említett nevek közül Thomas Tuchel áll az olasz egyesület kívánságlistájának élén, aki a Mainznál ért el egykor remek eredményeket, majd tavaly a Dortmund a német kupát nyert. Angol lapértesülések szerint a Manchester United már tudatta a Juventus vezetőivel, hogy ha hajlandóak megválni argentin csatárcsillaguktól, Paulo Dybalától, akkor ők készek akár óriási összeget is kifizetni a játékosért. José Mourinho nagy csodálója a támadónak, aki elképesztő formában játszik az idei szezonban, hiszen 6 forduló elteltével már 10 gólos a bajnokságban, ezzel pedig vezeti az olaszországi góllövő listát. A Manchester United a múltban Paul Pogba és Romelu Lukaku leigazolásával már megmutatta, hogy a pénz számára nem akadály, hiszen előbbiért 105 millió eurót, míg utóbbiért 85 millió eurót fizetett ki. Az anyagi háttér tehát adott a Juventus tízesének megszerzésére, akit azonban a Barcelona és a Real Madrid is szívesen látna soraiban, így ha a torinóiak hajlandóak is lennének megválni legjobbjuktól, a két spanyol klubóriással is meg kellene küzdeniük a vörös ördögöknek. A hírek szerint a gyengébb eredmények ellenére sem tervezi a Real Madrid csapata, hogy a januári játékozolási időszakban játékosokat vásároljon. A királyi gárda ugyan a hétvégén 2-1-re legyőzte az Alavest, azonban így is csak a tabella 6. helyén áll, ráadásul már 7 pontos a hátránya a listavezető Barcelonával szemben. Ennek ellenére Zinedine Zidane, a Blanco edzője nem tervezi új játékosok igazolását, bízik jelenlegi csapatában, hogy hamarosan képes lesz ismét olyan színvonalon futballozni, amivel sikerült tavaly bajnoki címet nyerni és elhódítani a Bajnokok Ligáját is. Ez csak sérülés esetén változhat, illetve akkor, ha tovább folytatódik a bukdácsolás a bajnokságban. A Paris Saint-Germain vezetői megtalálták a megoldást arra, hogy mivel simíthatnák el a Cavani és Neymar közötti nézeteltérést. Ahogy már a korábbi tiki-taka hírekben hallhattátok, a két játékos a Lyon elleni bajnokin egy büntető elvégzésén kapott össze, majd ez a vita a meccs után az öltözőben is folytatódott, ahol majdnem egymásnak esett a két futballista. Ezt követően olyan hírek is szájra kaptak, hogy Neymar kérte a klub elöljáróit, hogy mi hamarabb váljanak meg az uruguayi támadótól, bár ennek a szóbeszédnek nem volt valóság alapja. A brazil csatár később bocsánatot kért társaitól, de a beszámolók szerint a két játékos között még mindig érezhető a feszültség, mivel Neymar továbbra is úgy gondolja, hogy ő akar lenni csapat a büntető végrehajtója. A PSG vezetői végül arra jutottak, hogy 1 millió eurót ajánlanak Cavaninak, hátengedi a 11-esek elvégzését az egykori Barcelona klasszisnak. Ekkora összegű bónusz jár ugyanis annak a játékosnak, aki a francia bajnokság góllövő listájának élén végez, és egyes hírek szerint ez okozza a túlzott versenyszellemet a két támadónál. Ha ez igaz, akkor a párizsi vezetők elég sajátos módját választották a probléma megoldásának. A Football Leaks nevű oldal birtokába jutott Neymar szerződése, amit természetesen nyilvánosságra is hoztak. Ebből kiderül, hogy a Paris Saint-Germain által a nyáron világrekordért szerződtetett brazil klasszis a világ második legjobban fizetett játékosa lett új csapatánál. Eszerint Neymar 4000 eurót keres óránként, ami nagyjából 1,2 millió forintnak felel meg. Így évente összesen mintegy 37 millió eurót kap a francia klubtól, aminél többet csak a Kínában futballozó Carlos Tevez keres, aki mintegy 38 millió eurót tesz zsebre minden évben.
Ha tetszett a videó, akkor oszd meg, lájkold, és ha még nem tetted volna, akkor iratkozz fel csatornámra. Tarts velem a következő alkalommal is!